év a vára. Most épül, magos dév a vára. Most épül, magos dév a vára. Na, mi van? Hát... omlik a fal. Átok ül ezen a helyen. Átok? Igen, átok. Megint megijedtél a saját árnyékodtól. Oszorkányokkal nem jó kezdeni. Márpedig itt vannak körülöttünk. Amikor nyöszörgést hallunk, boszorkány jár a fák közt. Amikor pedig sivítás, lidérc száll a falakra. És amikor omlik a fal, szellemek döntik le a falat, ugye? Igen. Különösen, ha megfeledkeztek a jó alapozásról. Emberek, én azt mondom, hogy ne maradjunk ezen a helyen egy percig sem. A szellemek döntögetik a falakat. Szellemek, jó, akkor ha nem a szellemek, valami idegen erő. Először csak a falakat kezdték ki. Sorra kerülünk mi is, ne féljetek. Ledöntenek minket is, ugye? Oh, hát, aki nincs jól malterozva, akinek a feje kissé súlyosabbak elletémél, azon előfordul. Kelemen, én hatod magammal jöttem ebbe a vállalkozásba. Olyan kőművesekkel, akik nem először építkeznek. Kipróbált mit? Így van? Így. Akkor miért nem omlott le az a fal rész, amit Boldizsárral én építettem? Az is leomlott tegnap előtt. Persze, mert magával rántotta a ti falat. Mikor veszitek már észre, hogyha a föld nem egyenes alattatok, egyből megváltozik a szemmértéke. Szerinted én nem építkeztem, még csak te? Szerinted nekem el kell magyarázni, amit már 10 évvel ezelőtt is jobban tudtam, mint kicsoda? Mint akárki. Nézd meg a tenyeremet, Kelemen. Tessék, nézd meg a tenyeremet. Ki mondja, hogy én nem csinálom rendesen? Na, ki mondja? Kicsoda? Te? Nem tudja ezt a várat felépíteni. Senki. Nem is lehet. Nem. Így van? Így. Átok ül ezen a helyen. Átok. A szellemek rombolják a falakat. Hova a szellemek? Hát akkor hiába is próbálkozunk, úgyse tudjuk felépíteni. Nem bizony. Nem baj. Akkor majd hazamegyünk, és otthon elmondjuk, hogy szellemek döntögetik a falakat. És mivel a szellemeknek ez a közismert tulajdonságuk megvan, majd el is hiszi mindenki, ugye? Márta. Én ilyet nem mondtam. Jó, ha nem hiszik, próbálják meg fölépíteni ők. Meg fogják próbálni, Máté. Mert ha dévaiak elhatározták, hogy várat építetnek maguknak, akkor föl is fogják építetni. Úgyhogy majd ezt is felépítik mások. Azok majd megtalálják a módját, hogy őket ne háborgassák a szellemek. Hiszen ezt mondom én is, hogy ki kellene találni a módját, hogy ne háborgassanak minket. Jó. De hogyan? Nem tudja senki. Csak állunk itt, aztán ki tudja, hogy mi történik közben. Hát most mondom, hogy a szellemek rombolják a falat! Hülye vagy, a falat nem rombolja semmi! Egyszerűen összedől, ha nincs, ami megtartsa. Omlékony anyag a kő, a víz is lyukat válj belé. A lelkünket kell beletenni, hogy időtálló legyen. Te azt mondod lélek, ők azt mondják áttok. Én meg azt mondom kényszer. Elvállaltuk, hogy felépítjük, nem? De nem ingyen. Pénzért. Félvéka ezüstért. Félvéka aranyért. Tudjátok, hogy mekkora pénz, az életünk végéig gondtalanul élhetünk belőle. Biztos, nagyon sok pénz. Ti a pénzért vagytok? Zomert, nem. Hát, ami azt illeti. Hát akkor eredj haza!
Küld ki az utcára a lányodat pénzért! Dolgoztas az apádat pénzért! Lesz pénzed! De nem lesz egy ember, akivel emberi szót válthatnál! De hát a pénzből... Akkor minek élünk? Hát, hogy éljünk! Ez az egyetlen dolog, aminek önmagában is van értelme. Nézd, Kelemen! Én itt vagyok egy hónapja, és itt leszek még egy hónapot vagy kettő. Az is lehet, hogy én megyek haza utoljára. Amit lehet, megteszem. Pénzért. Én azt mondom, hogy menjünk haza. Ha még nem késő, Kelemen. Gyerünk, menjen haza, aki nem hisz benne. Gyerünk. Egyedül maradsz a Kelemen nagyon hamar, mert ahogy én elnézem, itt már senki nem hisz benne. A legjobb az lenne, Boldizsár, ha te már is indulnál. Majd meglátjuk, hogyan lesz. De végül, ha haza megyek, és egyedül megyek haza, én nem leszek csalódott. Még csak nem is szégyellem magam. Megpróbáltuk felépíteni Dévavárát. Nem sikerült. De a lelkemet nem adtam, érted? Hát ezért nem épül. Hülyesség! Az építés az nem lélekkel. Mindenkinek csak az nem. Én sajnálok téged, Boldizsár. Én nagyon sajnálok, hogy te csak kényszerből emeled magasba a tornyot, és nem azért, hogy messzire ellásson róla az ember. Nézd! Itt, ahol most nincs semmi, itt egyszer majd fellegvár lesz. És a toronyőr messzire belátja róla az egész vidéket. Hát nem érdemes ezért a lelkünket beleadni. A toronyőrért? A várért. Nem. Nem kell szétszaladni. Mi van? Igaza van, Kelemen. Lehet! Lehet, hogy neki igaza van, de az én lelkem drága, és csak egy van belőle. Ha nem hiszed, hogy érdemes, miért kezded el? Ha nem hiszed, hogy sikerül, miért vállaltad fel? Ha nem hiszed, hogy megéri a fáradtságodat, a korlátok közt miért keresnél mindig kiutat? Hogy érdemes, miért indultál el? Ha nem hiszed, hogy sikerül, miért nem adtad fel? Ha nem hiszed, hogy megéri a szenvedéseket, miért nem dobod el magadtól ezt az életet? Hey! 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 Nem lehet, értsétek meg, nem lehet itt nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Nem lehet, értsétek meg, nem lehet itt nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Miért mozdul kezed? Ha nem hiszed, hogy sikerül, magad vagy ellene. Ha nem hiszed, hogy megéri, áthúgy le a szemed, és fordulj el, vagy fordulj fel, hogy eltemessenek. Nem lehet, értsétek meg, nem lehet itt nélkül sem alkotni, sem.
adj Isten, kőművesek! Jó napot! Hallom, omlik a fal, akárhogy építitek. Hajja! Aztán kitől? A rossz hír szárnyakon jár. Hallott, Kelemen? Nem épül Déva vára. Már beszélik a világban. Majd elhallgatnak, ha fölépül. De fölépül-e? Tessék. Mondom, fölépül-e? Föl. Föl. Hallgatnak az emberek, Kelemen. Nagyon hallgatnak. Félnek, mi? Mitől félnének? Fáradtak. Hát bizony nem jó itt a vár alatt. Bizony rossz. Ördöngös dolgokba belefogni nem jó. Átokül ezen a helyen. Okosabb lenne inkább elfutni a rossz elől, nem pedig segíteni neki. Miket beszél itt össze-vissza? Hát csak amit úgy hall az ember. És miket hall az ember? Hogy szörnyű dolgok történtek itt valamikor. Megyen a nagy erdőn, ifjú kegyes asszony, sötét erdő mélyén, ifjú kegyes asszony, jobb karjában vivé kincses ládikóját, bal karjában vivé futkosó kisfiát. Istenem, Istenem, édes jó Istenem, kincsemet vigyeme, fiamat vigyeme, fiamat elhagyom, kincsemet elviszem. Fiat áld az Isten, de kincset sohasem. Anyám, édesanyám, ne hagyjon itt engem. A sötét erdőben ne hagyjon el engem. Nem kell lesz, nem kell lesz, futkosó kisfiam. Nem kell lesz, nem kell lesz, futkosó kisfiam. Az erdei vadak legyenek apáid, az égi madarak legyenek anyáid. Nem kell lesz, nem kell lesz, futkosó kisfiam. Letevé a fiát, s fölvevé a kincsét. Visszatére vissza, vinné el a fiát, de már nem találja sehol sem a fiát. Istenem, Istenem, mit tudtam csinálni? Egyetlen fiamat, hogy tudtam elhagyni? Itt bolyong azóta a sötét erdőben, átoktól űzötten, se fia, se kincse. Ki maga? Ki maga? Azért jött, hogy ijeszgesse itt az embereket, mert ha igen, akkor már fordulhat is vissza. Megyek én mindjárt, csak előbb elvégzem, amiért jöttem. Kelemen, a feleséged üzen, hogy éppen arra jártam, megkért, hogy nézzelek meg. Ő maga nem tud jönni, mert beteg a gyerek. Ne is várd az asszonyt mostanában. Egyszer hozna jó hírt valaki. Na, mit üzensz haza, Kelemen? Mert én már indulok is. Éjszaka csak nem engedjük el. Mi az? Csak nem féltetek engem. Nem biztonságos ilyenkor az erdő. Így se biztonságos ám. Én inkább átmegyek a sötét erdőn, sem, hogy itt maradjak. Ne beszéljen már ilyeneket. Jól van, megyek már, megyek.
Én csak annyit mondok, emberek, akinek nincs kedve maradni, jöjjön inkább velem, mert rossz éjszaka lesz itt. Akkor jó utat. Jól van. Megyek már. Megyek, majd otthon megmondom, hogy nincs semmi üzennivalód, mert azt nem várom meg, amíg lesz. Itt bolyom azóta, se fia, se kincse. Jó éjszakát! Anna, édes Anna, szívem édes vágya, miért jelensz meg nékem bűbájos ruhákba? Miért hagytál el engem, szerelmetes párom? Nem ölelsz már engem ezen a világon? Anna, drága Anna, szerelmem virága, mikor jössz el hozzám, mikor ölelsz újra? Átkozott a férfi, ki üdvösségre várva, igaz szeretőjét pokol tűznek adja. Népek, tűzzük el az álmot, lidérceket látok, nem a valóságot. Ember, ember ébredj, hol itt a kísértet, távol férgek vagytok. Elindel, lidércek! Most épül, most épül! Magos néva vára! Most épül, most épül! Nem omlik. Emberek, nem omlik. Megtört az átok. Oszlik már a sötétség. Új nap lesz. Szép nap lesz. Imádkozzunk. Mi van? Magáról, korróból, forróból.
Omlik a fa. Omlik. Újra omlik. Hát miért? Miért? Ki csinálja ezt velünk? Ki? Szellemek a kurva anyátokat, gyertek elő! Mindent megpróbáltunk. Akkor miért omlik újra meg újra? Nem tudom. Nem tudom. Én tudom. Csak nem akarjuk elhinni, amit már mind biztosan tudunk. A szellemekről beszélek, Kelemen. A falsdöntő lidércekről, akik szövetkeztek ellenünk. Fáradtak voltunk, fiúk, keveset aludtunk, azért nem sikerült. Pihenjünk, és fogjunk neki újra. Csináljátok, de nélkülem. Márton, komolyan mondom, fogom a holmimat és megyek. Ezt a várat nem lehet felépíteni, én is megyek. Várjatok már a rohadt idegen! Mire várjuk? Csodára! Megyünk. Igen. Szél vég a ezüstért, fél vég a aranyért. Ti tudjátok, hogy mekkora pénz az? Tudjuk, csak hogy én élni akarok, érted? Élni! Ha pénz nélkül, akkor a nélkül. Boldizsár, te nem mondasz semmit. Mit mondjak? Menjünk. Mondtam már, ezt a várat nem lehet felépíteni. Induljunk, azt mondom én is. Álljatok meg! Izsák. Azt mondod, átok ül ezen a helyen? Azt. Én is azt mondom. Boldizsár. Hallgass! Igazatok van. Átok ül ezen a helyen. Mit beszélsz, Boldizsár? Mit akarsz? Döntöttünk, megyünk. Figyeljetek. Igenis, vannak kísértetek. Én azt hittem, hogy erőnk és tudásunk láttán meghátrálnak, de nem tudunk szembeszállni velük, mert ők az erősebbek. Boldizsár, folytasd. Egyetlen megoldás maradt. A kiengesztelés. Ez nem tetszik nekem. Hallgass, most ő beszél. Mondjad. Hallottátok? Egy asszony itt hagyta a gyermekét az erdőben, igaz? Igen, igen, igen. Emiatt haragszanak ránk a szellemek. Asszony miatt van az átok, asszonynak kell tehát elpusztulnia, hogy megszűnjön. Mi van? Te mit akarsz, Boldizsár? Asszonyt asszonyért. Mi? Asszonyt asszonyért. Ez gyilkosság. Nem. Kiengesztelés. Hogy felépüljön a vár. Szellemek boszorkányság, átok ellen nincs orvosság, ember feletti erőkkel nem küzdhetünk meg sikerrel. Egy hónap óta rakjuk a falat, s újra omlik minden nap. El kell űzni innen az átkot, s állni fognak a falak. Ha egy asszonyt befalaznánk, testét kövek közé raknánk, elűzné a szellemeket, s nem omlanának le a kövek. Azt gondolod, hogy egy asszony testét ő a fal megállna? Szörnyű vagy ez az ár. De felépül le a vár. Azt hiszitek, hogy az átok megszűnne, ha befalaznátok? Szörnyű nagy ez a zár! De akkor áll a vár! Ha egy asszony megégetnék hambát, mésszel elkevernék, elűzné a szellemeket, s nem omlanának le a kövek. Azt gondolod, hogy egy asszony testétől a fal megállna? Szörnyű nagy ez a zár! De felépülne a vár! Azt hiszitek, hogy az átok megszűnne, ha befalaznátok? Szörnyű nagy az az ár! De akkor áll a vár!
Tegyünk akkor fogadalmat, akinek a felesége legelőször ideér. Megfogjuk és megégetjük, abbát mészsel elkeverjük, asszony testét feláldozzuk, Déva várát úgy építjük! Megfogadjuk, megöljük és elhamvasszuk, ha már pénzre elkeverjük, Déva várát felépítjük. Hey! Asszony testét feláldozzuk, Déva várát úgy építjük. Esmi szóval megfogadjuk, megöljük és elhamvasztjuk, halvát észben elkeverjük, Déva várát felépítjük. És most várakozzunk. Senki ne fogjon szerszámot. Senki ne nyúljon a kövekhez. Várunk. Figyeljétek az ösvényt. Boldizsár, ez nem tetszik nekem. Te akartad, hogy hitük legyen? Hát most megvan a hit. Babona ellen. Minden jó, amiben hinni lehet. Az ember nem azért hisz, mert igaz, hanem mert hinni jó. Nézd! Ott állnak megbabonázva, és mindegyikük akár a saját feleségét is feláldozná, csak hogy felépüljön a vár. Fel fog épülni a vár, Boldizsár. De nem egy asszony teste fogja megtartani. Még csak nem is a kényszer, hanem a hit. Látod? Ölni kell ahhoz, hogy hitünk legyen. És ölni is kell ahhoz, hogy eredmény legyen. Nem ez lesz az első vállalkozás, és nem is az utolsó, amelyik áldozatot követel. Így halad előre a világ. Várakozzunk! Kelemen? Várakozzunk! Szörnyű fogadalmat tettünk, és én tudom az igazat. Egy halott asszony gyenge teste nem tarthat meg falakat. Nem hittünk saját erőnkben, hiányzott az akarat. Hitet adtam embereknek, és asszony lesz az áldozat. De! Szabad-e ölni, embert ölni? Gyilkolni, hogy álljon a vár, ér-e annyit bármilyen mű, hogy ember halál legyen az ár. Szörnyű dologra készülünk, és én tudom az igazat. Hit kell most az embereknek, hogy megtartsa a falakat. Az alkotás az ember célja, mi örök időkre megmarad. Az élet kegyetlen törvénye, mindig kell az áldozat. De! Szabad-e ölni, embert ölni, gyilkolni, hogy álljon a vár. Ér-e annyit bármilyen mű, hogy ember halál legyen az ár. Ki mondja meg, hogy szabad-e ölni, gyilkolni, álljon a vár, ér-e annyit bármilyen mű, hogy ember halál legyen az ár. Én ezt nem csinálom tovább, nem vállalom. Hé, Benedek!
És a pénz. Ördögi dolog, amire készültök. Készülünk, Benedek. Készülünk. Azt akarjuk, hogy felépüljön, nem? Jól van. Jól van. Aki akarja, építse. Én nem vállalom. Hogy egy ember életével tartsuk meg a falakat? Meg aztán hát, ha éppen rád kerülne a sor, igaz? Igen. Szóval a feleséget félted? Igen, bevallom, igen! És ha a más felesége jönne? Engem nem érdekel. Aki akarja, tartsa magát az egyességhez. Én nem vállalom! És ha a más felesége jönne? De mi van, ha az enyém jön? Nincs visszalépés, megegyeztünk. Igen. És így beszélsz majd akkor is, hogyha a te feleséged jön? Ide figyelj, Kelemen. Én nem áldozom fel a feleségemet semmiféle várért, érted? Megyek haza. Micsoda, a várat meg itt hagyjuk, úgy, ahogy van. Én itt? Nekem nem éri meg. Hogy gondolod ezt mi? Egyszer belépek, másszor meg kilépek. Belépek, kilépek, ilyen nincsen. Boldizsár, Kelemen, ti vettetek rá minket erre az egészre, mondjatok már valamit! Most már végig kell csinálni. Most már végig kell csinálni. Úgy van, csináljuk végig. Aki akarja, csinálja, én kilépek! Azt nem lehet. És mi van, ha kitudódik? Bizony. Aki kiszáll, elfecsegheti. Ez igaz. Ez így nem igazság. Ez, hogy nem igazság. Az én feleségem volt itt a legrégebben. Kelemen, neked beteg a gyereked. A te feleséged biztos nem jött, te nyugodt vagy. Mihálynál meg Amrusnál is itt volt az asszonya. Máté, neked meg nincs is feleséged. A fogadalom akkor is fogadalom. Valaki jön. Nem vállalom. Mondta, hogy nem vállalom. Faszám! Ki az? Nem látni még pontosan. Benedek! Van neked fekete lovad? Nincsen! Ez az asszony fekete lovon jön. Kelemem. Ugye nem igaz? Kelemen, a te feleséged jön. Istenem, Istenem, mindenőtt most innen, fordítsd útján vissza, édes feleségem. Megjött, hát kivártunk, itt az első asszony, egyenségünk immár valósággá váljon. Itt az idő, itt az idő, a hősi mutat. Ványra. Itt az idő, itt az idő, az önfeláldozásra. Itt az idő, itt az idő, a hősi mutatványra. Itt az idő, az idő, az önfeláldozása. Jó fekete lovam, törje ki a lábát, szakadjon fel a föld, álljon el az útját. Szenvedtünk eleget,
ült az átok rajtunk, rontás alól most lesz felszabadulásunk. Itt az idő, a hősi mutatványra. Gondolom én is, álljon az egyesség, a szólamokat most már nagy tettek kövessék. Itt az idő, itt az idő, a hősi mutatványra. Itt az idő, itt az idő, az önfeláldó. Gondolta ezt komolyan? Senki? Én komolyan gondoltam. Én is. Én is. Sors akarta így. Hé, ti mit akartok? Hogy úgy legyen, ahogy megegyeztünk. Asszonyt asszonyért. A várnak fel kell épülnie Kelemen. Te mondtad, Kelemen. Most itt az alkalom az áldozatra. De hát ez babona. Ez babona! Asszonnyal falat megtartani. Gyávák vagytok. Késő, Kelemen. Állni fognak a falak. Elmúlik az átok. Uramisten. Gyávák vagytok. Gyávák. Gyáva, beszari, férge! Itt az idő, itt az idő, a hősi mutatványra. Itt az idő, itt az idő, az önfeláldozásra. Itt az idő, itt az idő, a hősi mutatványra. Itt az idő, itt az idő, az önfeláldozásra. Jó napot! Jó napot, kőművesek! Mi van? Sziasztok, fiúk! Szervusz, Kelemen! Mi van? Kétszer is köszöntem, senki nem fogadja. Szervusz, Anna! Fáradt vagy? Rossz idők járnak errefelé. Miért jöttél el, Anna? A gyerek már jól van. Lement a láza, úgyhogy gondoltam, nekiindulhatok, hogy lássalak. Mi van? Hát úgy álltok itt, mint a prédára váró farkasok. Semmi, semmi, csak sok baj van erre felé. A sors akarta így. Én a mondó vagyok, hogy... Te mit gondolsz, Benedek? Én? Semmit. Megegyeztünk. Márton. A várnak fel kell épülnie Kelemen. Isek. Elmúlik az átok. Mihály. Eddig se igen szóltam. Boldizsár, valamennyien akarják. Te akartad, hogy akarják. Aminek meg kell történni,
annak meg kell történni. Ne kérd tőlem, Anna, a világ minden gondja, az én szívemet nyomja. Miért jöttél el hozzám, miért nem hagysz magamra? Átkozott világ ez, iszonyú a súlya. Édes uram, férjem, rajtad, hogy segítsek. Tudod jól, hogy mindent megtennék én érted. Anna, édes Anna! Ülej hát meg engem! Anna! Jaj, szerintem! Csúj hát meg engem! Most
Állovár! Igen. Hazamegyünk. Igen. Haza. Bort iszom, én nem vizet! Meragasztam, megfizet! Hazamegyek és úr leszek! Úr leszek, nagyon leszek! Hú leszek, nagyon leszek! Kiros házat építetek! Hú leszek, nagyon leszek! Szerszámot kézben nem veszek! Hú leszek, nagyon leszek! Hazamegyek és nősülök, élvezem a életet! Amíg bele nem ősülök, élvezem a életet! Az asszonyom majd kiszolgál, élvezem a életet! Helyettem mindent megcsinál, élvezem a életet! Élni csak az urak tudnak, a közönséges nyomorultak semmi se jut. Mert világban csak az urak élnek a boldogságból, a szegénynek semmi se jut. Istenem, Istenem, hát én hova menjek ezen a világon, mint itt meglejjek. Jó, hogy ez a feleségem, élvezem a életet, hozzám bújik minden éjjel. Tudnak a közönséges nyomorultnak semmi se jut. Nem vidáman csak az urak élnek a boldogságból, a szegénynek semmi se jut. Anna, édes Anna, hol vársz te most engem? Egyen a világon, nincs már hova mennem. Máté! Mi van? Hogy szólt a mi egyességünk? Akinek a felesége a legelőbb idején. Neked nincs is feleséged. Nincs. És akkor mi van? Mit szólnál hozzá, ha a te részedet is magamnak követelnél? Na. Miért ne? Áll a vár. Én hoztam érte a legnagyobb áldozatot. Hát két részt is követelhetek magamnak. Az enyémet nem. Nekem van feleségem! Na, ami megtörtént, az megtörtént. Én azt mondom, Kelemen ajánlata méltányos. Mi a fasz? Aki sokat kockáztatott, az nagyobbat is kapja. Nem! Ezt nem is kell számolni! Úgy alkottunk a munkára, hogy egyenlő részben osztjuk. Aztán másként alkott. El is mondom a dévai főbírónak, hogy szólt igazán a mi alkunk. És ennek fejében fogják kiosztani a jutalmat. Tudjátok, mi lesz a jutalom? Börtön. Gyilkosság. Te is oda jutsz, hogyha elárulod. Na és ha oda jutok? De minek kell nektek a jutalom? De nem elég a dicsőség? Márványtáblát helyeznek majd a válfalára, és beleírják mindenkinek a nevét. Nagy Ambrus, Szabó Máté, Tompa Izsák, Kis Karúj, Kovács Benedek, Hosszú Márton, Molnár Mihály, Asztalos György, Márvány Gyula, Juhász Radó, Takács Boldizsár. Ott lesz majd a nevetek, pontosan ott, ahol Annát befalasztuk. Csak itt az aranyból kaptok kevesebbet, ahogy méltányos. Pont leszorom a táblát. A pénzemet akarom, én azért dolgoztam! Félvék a ezüstért, félvék
Csak érdemes az embernek befalaznia a hites társát, nem igaz? Képesek voltatok megölni az én asszonyomat. Talán még engem is megölnétek, igaz? Csillapodj, Kelemen! Kiírtalak benneteket. Esküszöm, hogy nem hagyom, hogy fölvegyétek a pénzt. Kiírtalak benneteket, hogy ne tudjatok házat építeni, asszonyt szerezni az én véremen, rohadékok! Csillapodj, Kelemen! Tudod, mit akarnak ezek? Csak élni! Kiírtam ezeket a nyomorultakat, akik pénzért öltek embert! Pénzért vagy nem pénzért? Hitből vagy anélkül, olyan mindegy annak, akit megölnek! Meghalt, Kelemen! És ezt már nem lehet visszacsinálni. Én nem is csinálnám vissza. Mert én nem bántam meg semmit. Én nem ezekért a koszosokért csináltam, hanem a várért. Nekem nem kell a vérdíj, annáért legyen a tiétek. Osztozkodjatok rajta, vegyetek magatoknak rajta bort, búzát, békességet, zabáljátok tele magatokat. Mindenki a maga boldogságát keresi, ki így, ki meg úgy. Ki így, ki meg úgy. Rohadjatok bele az önzésetekbe, ti szemetjei az emberiségnek. Adj Isten, kőművesek! Kelemen, hozzád jött. Ó, ha nézz utána. Így. Azaz. Na. Jó napot. Jó napot. Hozzád jöttem, Kelemen. Mi újságot? Hát csak amit úgy hall az ember. A szomszéd faluban megcsúszott a hegy. Aztán, ahogy a csúszott lefele, az egyik ember neki feszítette a vállát, hogy megtartsa a hegyet. Legalább egy ideig, amíg a felesége meg a kisfia kimennek a faluból. De hát nem bírta megtartani. Otthon mi van? Nálad otthon, vagy nálunk otthon? Mert mi nagyon jól megvagyunk. Az unokámnak nem régiben volt a lakodalma, de meghaltak mind a ketten még a nász éjszakán. Azt mondják, a nagy szerelemtől. De mondják azt is, hogy beléndeket étetett velük a haragosuk a lagziban. Beléndeket. Merre mi a szokás, ugye? Azt mondják, hogy itt meg asszonyokkal támogatják meg a falakat. Elég. A kisfiam hogy van? A kisfiad? Hát, ahogy az anyja otthagyta, megint kiverte a láz. Csóváltuk a fejünket, mert lázában az anyját emlegette, azt beszélte folyton, hogy az anyját szorítja a kőfal. Micsoda ostoba beszéd ez? Én még ilyet nem hallottam. Ezt mondta? Ezt, de már nem soká. Hogy nem soká? Mert meghalt. Nem sokkal azután, hogy az anyja elindult. Kár volt neki otthagyni a beteg kisfiát. Tehát az asszonynak mehetnékje volt. Ide jött. Ezt tudja, hogy vele mi történt? Tudom. Félsz, ugye, hogy agyonvernek, ha hazamész? Nem félek. Pedig félhetsz, mert azt teszik. Ha beteszed a lábad a faluba, agyonvernek. Az az én dolgom.
azt mondják, hogy paráznaságból tetted, hogy pénzért, aranyért, hogy más asszonyt szerez, hogy ezért halt meg a fiad is. Ostoba barom állatok, jöjjenek ide, és nézzék meg Déva várát! Lásd, ez az én birodalmam! Mit számít emellett egy ember egészsége? Mit számít emellett, hogy ember éle, hal-e? A ház még évszázadok múlva is állni fog. A vár áll. Látja? Látom. Szép vár, jó vár. De én azt mondom, kár ezért embernek meghalnia. Semmi se kár, ha a jövőt építjük. Mondom, szép vár, jó vár. A vár áll, látja. Hanem egy kis baj van ám. Mi a baj? Azt beszélik, hogy valami itt nem volt rendben. Hogy valaki gyilkolt. De aki embertölt, annak nem jár se fizetség, se jutalom. Nyugi, nyugi. Összeült a tanács, hogy igazságot tegyen. Így szól a hír, Kelemen. Na, adj Isten, kőművesek. Én egy percig sem maradok tovább. Megyek én is. Hova? Én mondtam, hogy nem vállalom. Én ellene voltam. Nem én találtam ki ezt az őrültséget. Én sem. Átok! Te találtad ki az egészet, Boldizsár. Te meg Kelemen. Nektek volt olyan fontos ez a vár. Meg neked, meg nekem, meg neked is. Egy sem volt köztetek, aki azt mondta volna, nem vállalom. Én ki akartam lépni? Te nem léptél. Közös elhatározással tettük, amit tettünk. A törvény elé kerülünk. Közösen vállaljuk a felelősséget. Lógni fogunk. Akkor lógni fogunk. Hely, ha gyilkosság volt, akkor is csak egy volt, és egy bűnhöz elénk egyetlen egy vádlott. Már csak az a kérdés, kinek volt ez fontos? Miről beszélsz, Máté? Kelemen a gyilkos. Gyilkos van Kelemen, kezedhez ér kapott, magasra vágtál most, magasra felhúzod. Bármit mondj Kelemen, szánalmas hazugság, szép szó, hogy áldozat, az rejti gyilkosság. Te voltál Kelemen, ezt valljuk mindnyájan, bűnösnek ítélnek, gyilkosság vágyában. Gyilkos vagy Kelemen, vállald a tettedet, megölted asszonyod, vállald a tettedet. Jó napot kívánok, kőművesek! Jó napot, Jó napot kívánok! A főbíró úr üzenetét hozom. Jó napot kívánok! Azt mondja. A nagy tanács kivizsgálta a vár építéséről elterjedt híreket, és megállapította, hogy azok alaptalanok. Pusztán rossz indulat bocsátotta szárnyra őket. És Déva város főbírája gondoskodott arról is, hogy ezen hírek terjesztői ellen a törvény szigorával kell fellépni. Az avató ünnepségekre mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Élt való etájon 12 kőműves, az 13. Kelemen kőműves, magos Déva várát, hogy felépítenék,
Fél véka ezüstért, fél véka aranyért. Amit reggel raktak, az délre leomlott. Amit délben raktak, estére leomlott. Összetanakodék 12 kőműves falat megállítni, hogy lesz lehetséges. Kinek felesége hamarabb jön ide, annak gyönge hambát keverjük a mézbe. Az évbe ér hambát a mézbe keverjük, Magos Déva várát azzal felépítjük. Nyakát ketté vágták, tűzzel megégették, az ő gyönge hamvát mézzel elkeverték. A szép fehér hamvát méz közé keverték, Magos Déva várát azzal építették. Átkozott legyen hát Magos Déva vára, még a nap se süssön, fényesen reája. Átkozott legyen hát Magos Déva vára, még a nap se süssön, fényesen reája.